Sziasztok, itt vagyunk egy újabb videóban, és a mai videóban bejárjuk a Kápolna kisújszárás és a Püspökledeny Bihar keresztes vasútvonalat, és utazzunk BDD kocsival. Ha érdekel, tartsatok velünk! Made by Strategic Traveling Channel. Ez pedig már Kápolna, itt felvettem a mi kis szünki indulását, illetve egy Tokaji C áthaladását. Pedig egy már a BZ-ből felvett, Eger felől érkező kisz. Most már viszont kezdjük meg az utazást a Kápolna kisújszállás vasútvonalon. Erdőtelek, heves vezekény, Tarna Szent Miklós, Kisköre, ahol bennállt egy másik bézé, Kisköre Tisza híd, átkelés a Tisza felett, amely kissé ki volt áradva, Abátszalók, Kunhegyes, Kenderes, amely szerintem a legszebb állomás az egész vonalon, és persze a végállomás kisújszállás, ahol három helyen is ki volt írva az állomás neve. Innentől viszont utazzunk tovább a 26-os kisszel Püspökladány felé. Viszont, mivel a Bihar keresztesi személyvonatunk indulásáig volt körülbelül 3/4 óránk, ezért Püspökladányban egy jó pár vonatot fel tudtam nektek venni. Köszönöm, hogy megtaláltad!
Most már viszont kezdjük meg az utazást a Püspökladány Pihar keresztes vasútvonalon. Báránd, sáp. Viszont mielőtt tovább megyünk, egy kis BDD élmény kívül és belül. Berettyóújfalu, Mezőpeterd és Bihar keresztes. Vannak olyan vonatok, amelyek innen még tovább közlekednek Nagyváradra, de a miénk nem olyan, úgyhogy nekünk körüljár a szilink, és hamarosan indulunk vissza. Visszafelé viszont a Berettyóújfaluban megtörténő vonatkereszttől eltekintve más érdekesség nem történt, úgyhogy csak ezt bevágom nektek. Ez itt pedig már Püspökladány. Innen egy újabb 45 perces tartózkodás után indulunk vissza a nyugatiba. A nyugatiból pedig Z70-es vonattal mentünk haza Vácra. Köszönöm, ha ideig megnéztétek. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Ja, és ez az egyik shorts videóm. Ha érdekel, nyugodtan megnézhetitek.